Zumba, a latin tánclépésekre épülő testmozgás villámkarriert futott be Magyarországon. A sikersztori alig néhány éve kezdődött, de mivel mindig van új a nap alatt, már is itt van az edzésforma nyári, szezonális változata, az aquazumba. Ez a történet még annyira új itthon, hogy egyelőre az edzések sem kezdődtek el. Mi az oktatók felkészítésében nézhetünk bele. S bár az aquazumba szabadban az igazi, az időjárás sajnos nem fogadott minket kegyeibe. A hűvös idő miatt egy fedett medencébe kényszerült a kis csapat. Földi zumba, úgy mondjuk, hogy lány zumba, mert az oktató anyagok is angolul vannak, tehát még magyarul nem is jöttek ki. Gyakorlatilag egy olyan bő éve van Magyarországon. A vízi zumba az még egy nyarat sem ért meg, tehát most nyáron lesz az első olyan szezonunk, hogy vízi zumbát is oktatunk. Nagyon sok dologban előnyösebb szerintem a földi zumbához képest. Például azért, mert gyakorlatilag bárki művelheti, akinek esetleg ízületi problémája van, olyan emberek is művelhetik, és természetesen van hátránya is, gondolok itt a felszerelésre, tehát gondolok itt érintésvédelemre, úszómesterre, a kihangosításra. Én személy szerint szeretem, hogyha a vízi zumbát kint oktatjuk a napon, tehát valójában őszintén a kutya se akar bemenni az épületbe nyáron, amikor vakító napsütés van. Az instruktor viszont kint van a parton. A tánc jellegét hogy lehet megőrizni szerinted a vízben, a zumbának? Hát kicsit nehezebben mindenképp, mert sokkal lassabb mozdulatokra van lehetőség, de azért a zene az azért ad egy hangulatot az egésznek. Úgyhogy ezzel kapcsolatban bármi, ami zenére történik, mozgás, az mindenképp tánc. Úgyhogy a vízben is akár nevezhetjük ezt táncnak. Ha valaki megnézi a zumba oktatót munka közben, akkor elég viccesen néz ki, hogy mindent ilyen lassan csinál. Nagyon lassan, tehát bármilyen izgalmas is a szám, ő nem mozoghat olyan gyorsan egyszerre, mert a vízbe ezt lehetetlen lekövetni. Az igazán whitefülű vízisport rajongóknak talán ismerős lehet egyik szereplőnk, Pala Tünde, aki korábban jetskiben nyert világ- és Európa-bajnoki címeket. Én nagyon szeretem a vizet egyébként is, és mivel földön oktatok is zumbát, meg zumbázom már jó ideje, így már nagyon vártam, hogy mikor lesz végre a zumba, és most végre már lesz nálunk oktatás is. Most a saját koreográfiáinkat tanuljuk, amiket majd oktatóként kell nekünk is ugyanúgy mutatni a többieknek. Ugye alapvetően a zumbának a latin tánclépések alapvetően a fő elemei, illetve ezek határozzák meg a koreográfiát. Most ebben az esetben is ilyen dologról beszélünk, csak mindent le kellett fordítani egy vízben történő mozgásra, ami ugye nyilván más, mint a szárazföldön. A szárazföldön hat ugye a gravitáció, itt azonban ugye a felhajtó erőt, tehát egy kicsit másképpen kell ezeket a alaplépéseket vagy tánclépéseket a vízben elsajátítani, illetve mozogni, de Ezért nagyon más, mert ugye ettől teljesen más, mint egy földi tánc, viszont nagyon hasonló, mert az alapok, azok mind ugyanazok. A szárazföldi zumbaórák általában 50 perctől 60 percig tartanak, a vízi zumbára az ajánlott az a 45, maximum 50 perces óra, és természetesen a bemelegítés vagy a nyújtás is más. Tehát amíg a földön mondjuk statikusak a nyújtások, nem nagyon kell mozogni, egy-egy végtagot mozgatunk, addig a vízben ezt nem csinálhatjuk meg, mert ugyan a vízhőmérséklet olyan 24-27 fok között ajánlott, de mégis lemerevedik az ember, hogyha csak egy-egy tagot mozgatunk. Szárazföldi zumbaanyagot is lehet vizesíteni, hogy úgy mondjam, honosítani vízre, illetve van egy külön anyag erre, ez valóban nagyon új dolog, még Amerikában is egy csak pár éves. Ugye a zumbának van egy másik változata is, ami kifejezetten erősítő zumba, körülbelül vele egy kaliberű, vele ekvivalens, ami a nehézségét illeti. Tehát ha valaki szeretne mondjuk izmosodni, vagy gyorsabban szálkásodni, nekik ez mindenképpen ajánlott. A zumbában ott van, hogy örök mosoly, jó kedv, teljesen ez a latinos feeling. Ezt mennyi lehet megtartani itt? Szerintem egy jó bandával, meg egy jó oktatóval mindenképp meg lehet. De az oktató nagyon sok minden múlik. És a bandán? Az mennyire fontos? A bandán is, tehát hogyha már 2-3 ember, akik ismerik egymást, összejönnek, akkor ők már tudnak hangulatot csinálni. Hihetetlen rapid karriert futott be itt Magyarországon. Pontosan szerintem javarészt ez annak köszönhető, hogy az edzés egy igazi jó buli. Zene, mosoly, jókedv, vidámság, tánc. Mennyire lehet ezt megtartani a vízben?
Ugye a buli a szárazföldön és buli a vízben. Na most, hogy jobb bulizni, a szárazföldön vagy a vízben? Szerintem a vízben.